kedves, a magántulajdonban még hívő emberek. Ő kisvállalkozó, három lánya van. 2040-ben menne nyugdíjba. 2011-ben csalással vette rá a kormány a pénztártagok visszalépését, az állami rendszerbe emlékeztetett. Ez 60 ezer ember sorban állását jelentette három éve, hogy megmaradjanak a megtakarításai. Ez a tömeg a kemény mag, mondta a B közép. Ő is úgy döntött, hogy marad, mert a pénzét maga gyűjti, és ez így örökölhető is. Azok a pénzek nincsenek is, amelyekről azt ígérték, hogy egyéni számlára kerülnek, mondta. Az én pénzem az megmaradt, és évente több százezer forintot gyarapodott. A kormány, Orbán Viktor és Varga Mihály gomnyomogató képviselők segítségével olyan törvényt szeretnének hozni, aminek a vége, hogy eltűnnek ezek az utolsó megtakarítások, mondta. Lesznek belőle további stadionok, még gazdagabb milliárdos gázszerelők, és még nagyobbra növekvő luxus lakóparki lakások is.